A legjobb street foodos szakácsok remek műveit lehetett megkóstolni hétvégén Szombathely főterén. Nem csak helybéliek érkeztek az eseményre, ez a család Vasvárról jött. Családdal jöttünk ki, Balatonról jöttünk közvetlenül, mondom, hogy akkor itt ebédelünk egyet. Ha Pesten járunk, akkor mindig megnézzük ezeket a food truckos autókat, nagyon szeretjük ezeket a street foodos kajánkat, úgyhogy ezért. Van kedvenc? Van kedvenc. A pulled porkos, ez a tépet húsos, ez bármikor jöhet, meg szeretem a kézműves hamburgereket, az nagyon. És most mi van előttetek? Most a fiam eszik egy ilyen barbekűs hotdogot, itt meg pálsavicét szerintem, a lányom azt kért. Itt készítik a tépet húsos szendvicset. Sertéslapockát sütnek meg egy speciális fűszerkérekben alacsony hőfokon, hosszú ideig, így szinte szétesik a hús, tehát nem szeletelik, hanem tépik. Ez az itteni négy kiadós szendvics alapja. Saláták a differenciák, és ebből van négyféle nálunk. Az amerikán klasszik, az a klasszikus angol száz káposzta salátás, ez a koszló. A retrótot magyarosítottuk, hogy egy kis csalamádét rakunk mézes mustáros szósszal hozzá. A Napóleon az első a sorba, ez a legkedveltebb, mert karamellizált hagyma van benne, reszelt cheddar sajt, ecetes uborka, ketchup. A hagyma meg a sajt szereti egymást. Kitalálták még a Balkánt a nyári időszakra. Pirított szalonna, kockás, lila hagymás falatokra számíthatnak a vendégek szép nagy adagban. Éveleje óta azonban másfél-kétszeresére nőtt az alapanyagok ára a street foodosoknál is. Választ elé kerültünk, most vagy változtatunk a receptúrán, a mennyiségen, a minőségen, és én ezt nem akartam. Tehát ha csináljuk, akkor úgy csináljuk, hogy jó legyen, mert valóban úgy van, hogy ez egy élmény. Ezért jönnek az emberek, hogy finomat tegyenek, most ha nem azt kapja, igazából nem is adnám ki jó szívvel. Tehát emiatt kénytelenek voltunk emelni, de próbáljuk úgy belőni az árat, hogy azért elfogadható legyen. Így kis és szűkül az ár, és kevésbé éri meg, de azt mondják, csinálják, ameddig tudják. Eddig az évelejéhez képest 40% körüli emelésre kényszerültek. A tulajdonos azt mondja, a 2000 forint volt a lélektani határ, miután ezt átlépték, elszálltak a street foodos árak mindenütt. Szoktuk azért figyelni, hogy milyen rendezvényen vagyunk, tehát hogy mi a közönség, vagy a helypénz, akármi, tehát több szempont is van, de 1-200 forintos csúszásokkal közel azonos áron dolgozunk mindenhol. A spanyol fánk egy különleges édesség, a food truck show keretein belül járják az országot a tulajdonosok. Tavaly a szentendrei szakácsok szakmai díjat is kaptak. Igen, hát nagyon szeretnek minket. Főleg a churros az most egy elég trendi édesség, egy desszert, és hát mondhatnám azt, hogy megkóstolják, mindenkinek szív alakul a szemem rögtön. Szó szerint mosolycsalunk az emberek arcára. Igen, hát minket nagyon szeretnek mindenhol. Tehát, azért meséljünk a tegnapi rendezvényről is. Hát igen, nagyon cukik voltak a kisgyerekek, hogy jöttek, és szegénykék nem tudtak már itt sorválni, mert nagyon magas nekik ez a pult, és itt hátul kialakult egy hosszú sor, és ott osztogattuk nekik a churroszt, és hát nagyon szívesen adunk. Tehát mi más városokban is nagyon sokat adakozunk és ajándékozunk is, mert kell is. A gasztroprogram jótékonysági akcióval is kiegészült. A szervező cég a Kuckó Alapítvánnyal és az önkormányzattal együttműködve 62 állami gondozásban élő gyermeket vendégelt meg szombaton délben. A fiatalok kupont kaptak, amit beválthattak bármilyen fogukra való ételre és italra, így megkapták a vásárlás élményét is, amiben viszonylag ritkán van részük.